Idén is rendkívül színvonalas produkciókat nyújtottak a versenyzők a már harmadik alkalommal megrendezett Like elnevezésű nyíregyházi tehetségkutató verseny előválogatóján, amelyet Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a Váci Mihály Kulturális Központ közösen szervezett meg. 47 nevezés érkezett be összesen ének és tánc, ifjúsági és felnőtt kategóriában. Ha valaki ma ellátogatott és megnézte ezeket a műsorokat, azt látja, hogy ezek a nyíregyházi fiatalok, vagy Nyíregyházán tanuló fiatalok nagyon tehetségesek. Épp beszélgettem itt az előbb egy pár emberrel, tehát ezt nem csak saját tapasztalatból tudom mondani, hogy volt, aki már részt vett mind a kettő előző versenyen, és azt mondja, egyre magasabb a színvonal. Tehát most talán ez a Like 3 volt a legmagasabb színvonalú. Tényleg sokan is jelentkeztek, nagyon jó produkciókkal jelentkeztek. Bújra, itt vagyok, vityok róla, toki treppelekben brésztányozok, de nem bírom a szörnyekbe, szitálok a parkettán, mindenség megy a körbe, mindenki szopolja, de senki nem marad őrbe. A zsűrinek nehéz feladata volt az előadások értékelésénél, voltak a megszokottól eltérő műfajok, de ez jó lehetőséget biztosított a tapasztalatszerzésre, és arra, hogy kipróbálják magukat nagy közönség előtt azok is, akik eddig még nem léptek fel. Engem mindig lenyűgöznek a gyerekek, egyrészt azoknak a gyerekeknek is a bátorsága, akik talán tudják magukról, hogy még nem egy kiforrott énekhanggal rendelkeznek, de itt vannak, eljönnek, és az, hogy kiállnak emberek elé, az egy nagyon-nagyon pozitív dolog, úgyhogy mindenkinek nagyon örülünk. A versenyzők között voltak olyanok, akik csak iskolai keretek között énekelnek, volt olyan fiatal is, aki már kisiskolás kora óta komolyan veszi a hangjának képzését. Az ének a világon a legfontosabb így az életemben. Nem tudok nélküle élni, egyszerűen imádok zenét hallgatni, imádok mindent, ami a zenével kapcsolatos. Visszatérő indulók is részt vettek a megmérettetésen, sőt tavalyi nyertesek is próbálkoztak új előadási formációval, és ez alkalommal is eredményesen szerepeltek. Tavaly én egyedül voltam szólóban, hát az ifjúsági ének kategóriát én meg is nyertem, csak ugye úgy gondoltuk, hogy akkor most ketten próbáljuk meg, hogy kíséretem azért teljesen más zenei alapra vagy kíséretre énekelni. Az elődöntő után egyből a döntő következik, amelyre december 2-án kerül sor szintén a Váci Mihály Kulturális Központban, akkor 23 produkcióval állnak majd színpadra.